Sziasztok! Szóval egy kis cserékálj, ha bérházba, lakóautóba, egyéb helységekben, de a mécsessel működik. Ezt a kis kályhát ki lehet hozni maximum 20 euróból. Kell hozzá menetesszár, 4 darab anya, 4 darab alátét, 2 darab cserép, és egy cserép alátét. Mindjárt mutatom nektek, hogy hogyan kell ezt összerakni. Szóval megismételném a hozzávalókat. Kell hozzá egy 12 cm átmérőjű, 12 cm magas kis cserép. Kell hozzá egy 22 cm átmérőjű nagyobb cserép, ez mind virágcserép egyébként. Kell hozzá egy 18 cm átmérőjű, 3 cm magasságú cserépalátét. Sajnos ebben nincsen furat, a furatot magadnak kell elkészíteni, érdemes az alátétet pár óra hosszára vagy fél napra beáztatni. Nem fogja nagyon átáztatni a cserepet, viszont segíteni fog neked a fúrásba, ahhoz, hogy ne tedd tönkre az egészet. Érdemes a fúrás elvégzéséhez egy vidiás fúrófejet használni, vagy fúrószárat. Kell hozzá egy 25 cm magasságú vagy hosszúságú meneteltszár, ez fogja adni az egésznek az alapját. Kettő darab anya már azért van rátekerve, mert ez pontosan be van állítva, hogy mégis milyen magasság lesz nekünk a jó. Plusz kettő darab csavaranya, és négy darab nagy alátét. Először is rögzítjük a talpat. Alátét megy rá, pontosan azért meglegyen a stabilitása, ne csak a csavar feküdjön fel, csavaranya. Még egy alátét. Németek is készítettek egyébként erről videót, sőt több nyelven is van. Ott azt mondták, hogy érdemes elég csak kézzel ráhúzni. Én azért segítségét hívok egy 17-es csillagvillás kulcsot. Mert azért ez illik rendesen meghúzni, de óvatosan, nehogy túlfeszítsd és eltörjön. Ha ez megvan, alátétet helyezem anyára. Azért az a jó ezekben a cserépedényekben, hogy ők már alapból furattal vannak ellátva, szóval ezzel nem kell kínlódjál. Még a kis cserép még helyek közel még rá is megy. Most jön a nagy cserép. Óvatosan kell, ki kell számolni, hogy pontosan központos legyen a történet, mert ha nem, akkor nem lesz szép. Lehet egyébként látni ilyen kályhacsövebből készíthető, ugyanilyen rendszerre dolgozó fűtés elemeket is. Próbálkoztam volna vele, de amikor megláttam a hozzávalókat, akkor azt mondtam, hogy inkább hagyjuk. Ez egyébként egy teszt példány. A menetelszár azért hosszabb. Amikor ezzel megvagy, kulcs ismét elő, és nagyon óvatosan készre húzod, túl ne feszítsd, mert akkor elpattanhat. Tadám, így néz ki. Ilyen begyújtok egy teamécsest, és akkor látjátok, hogy ez hogy is működik a gyakorlatban. Szóval beteszitek alá. Kiknek ajánlom ezt? Azok, akik bérházba laknak, vagy elmennek lakókocsival túrázni, és nem szeretnél túl sokat költeni a fűtésre, azoknak ez egy nagyon jó megoldás. Biztonsággal lehet használni, 5 darab telemécsesnél többet nem szabad beletenni, mert tüzeszélyességi fog akkor nő. Húzatos helyre nem szabad tenni, erre oda kell figyelni. Egy ilyen teamécses olyan 4-5 óra hosszáig ég, 2,5 euróba kerül 50 darab, szerintem ez nem egy nagy összeg. Maga a termék egyébként egy olyan 20 euróból ki lehet hozni. Arra mindenki számoljon, hogy ez nem egy cserépkája, szóval ez akkora bődületes meleget nem fog adni. Felmelegszik a cserép, úgyhogy gyakorlatilag a nap leteszteltük, ekkor a távolságra volt a kezem és érezhető volt a sugárzó hő. Ez ilyen egyszobás lakásba, hogyha kettő ilyet beteszel, vagy ilyen lakókocsiba, akkor meleget fog neked csinálni, de nem olyan meleget, hogy vetkőzni fogsz tőle. Erre mindenki figyeljen oda. Szóval,
Szerintem ez egy marha jó találmány. Esztétikusabb, mint amit a kályhacsövőből össze lehet rakni. Annak az a problémája, hogy egy lemezből van hajlítva, hamarabb felmelegszik, de hamarabb is kihűl. Azért a cserép az jobban tartja a hőt. A hőtartás szempontjából, ha gondolod, akkor még tehetsz bele egy másik kis cserepet, és akkor így gyakorlatilag több zónás hőtartó rendszer van benne. Én nem láttam szükségesnek, úgyhogy nekünk ez így marad. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!